Jó estét kívánok, köszöntöm műsorunk nézőit. 1948. április elején kezdte meg működését az Egészségügyi Világszervezet. Erre az időpontra emlékeznek világszerte az Egészségügyi Világnappal. A Világszervezet célja a nemzetközi egészségügyi munka irányítása és összehangolása, és természetesen a prevenció is. Stúdiónk vendége Felde Katalin, a Somogy megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának egészségfejlesztője. Jó estét kívánok! Divatos szó ma már az egészség, egészségmegőrzés, egészséges táplálkozás, de mégis mit értünk egészség alatt? Szeretettel köszöntöm én is a nézőket. Az egészség az életünknek a legfontosabb összetevője, legfontosabb ismérve. Nagyon fontos, hogy ezt tényleg értéknek lássuk, és tudjuk azt, hogy ennek a megőrzésében saját magunknak nagyon-nagyon nagy szerepünk van, illetve a gyermekeink egészségének megőrzésében. Sajnos Magyarországon, illetve hát világviszonylatban is, és Magyarországon is a szív- és érrendszeri megbetegedések vezetnek a halálokok között, a daganatos megbetegedések is jelentősek, és ki kell emelni a cukorbetegséget, hogy Magyarországon nagyon nagy, magas számú a cukorbetegeknek a száma, és nem is ismerjük az összeset. Ennél a három haláloknál nagyon-nagyon nagy szerepe van az életmódnak, ezen belül pedig az egészséges táplálkozásnak. Ezek a betegségek, amiket említett, ezek szorosan összekapcsolódnak az elhízással. Az elhízása, igen, és ezért ugye nagyon-nagyon fontos, hogy megelőzzük az elhízásnak a kialakulását. Ugye magyar, igen? Kezdjük a legkisebbeknél. Ugye azt vallják a szakemberek, hogy a gyermek egészségére már az anyamében oda kell figyelni. Miként, hogyan? Az anyamékben, illetve amikor az anya tudatosan készül arra, hogy babát szeretne, ez egy nagyon-nagyon optimális helyzet, és akkor már elkezdhet eleve úgy táplálkozni, mozogni, hogy a fogantatás egy olyan testi-lelki állapotban legyen, ami optimális. Tehát ne akkor kelljen változtatni nagyon sok mindent, amikor megtudja az anya, hogy babát vár. Például mi az az úgy felkészíteni a szervezetet? Mit értünk ez alatt? A táplálkozás mellett iszonyatosan fontos az, hogy a dohányzást eleve jó, hogyha valaki nem is kezdi el. Hogyha dohányzik az anyuka, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy le kell szokni már a terhesség előtt, mert ugye amikor megtudja, akkor kezd el a leszokási folyamat, akkor indul meg, akkor a baba egy olyan, az édesanyának ugye a szervezetek küzdeni fog, elvonási tünetei lesznek, már eleve ez nem egy jó dolog, másrészt ugye az ereket a dohányban lévő anyagok teszik tönkre, és hát minél hosszabb ideig dohányzik valaki, eleve lehet, hogy annál nehezebben is esik teherbe, a méhnek az erei is károsodnak, és az egész szervezet. Az ilyen tisztulási időszak mennyi? Hát ugye attól is függ, hogy mikor kezdte el a dohányzást, illetve hogy mennyit dohányzott. Én azt mondom, ez egy nehéz erre válaszolni, de azt mondom, hogy legjobb ugye rá sem szokni, de hogyha tanácsot tudnék adni, akkor legalább én ezt évekbe mérném. Tehát ha valaki felelősséggel szeretne babát várni, gyermeket szülni, akkor ott nagyon-nagyon pontos el kell gondolkodni, hogy akkor a dohányt azt el kell felejteni. Tudatosság mennyire fontos, amikor már megfogalna baba? Ugye nagyon sok terméket lehet látni, termékek reklámját, hogy különböző babavédő, baba és mamavédő vitaminok vannak már. Mennyire kell ezeket használni, vagy mennyire kell másféle gyógymódot keresni arra, hogy egészséges legyen az anya is, meg a baba is? Ezek, vagy meg kell találni az arany középutat? Érdemes elkezdeni ezeket a kifejezetten anyukáknak, illetve hát erre a célra szánt vitaminkészítményeket, mert ugye ezek pont azt célozzák, hogy megfelelő mennyiségű forsav mindenképpen bejusson a szervezetbe, de egy változatos táplálkozással, hogyha valaki ugye ezt nem tervezte, akkor is ez nagyon jó. A táplálkozás szempontjából
ha egészségesen táplálkozik valaki, akkor az már egy nagyon-nagyon jó előkészülete a babavárásnak. Mint vitaminokban, mint ásványi anyagokban, mint az immunrendszernek a védelmében, és hát ugye nagyon fontos az, hogy egy jó kondiban lévő szervezet legyen, aki rendszeresen mozog, és akkor utána ugye az állapotosság idején is tovább folytatni megfelelően az orvos utasításainak megfelelően a megfelelő mozgást. Megfelelő mozgás és az egészséges táplálkozás mennyire kell, hogy szabályozott keretek között legyen terhesség idején? Fontos, tehát nagyon sok mindent ugye... Gondolom, ezt is túlzásba lehet vinni. Igen, nagyon fontos az, hogy jó kapcsolat legyen a kezelőorvos, illetve a védőnő között, és felmerülő problémákat meg lehet beszélni. Én azt gondolom, hogy ez a lényeg. Illetve nagyon sokan internetről is tájékozódnak, ami egyébként nem rossz, ugyanakkor azért az interneten fellelhetők olyan tévhitek, tudományosnak beállított tévhitek, például az oltásukkal kapcsolatban, amelyek inkább hát ártanak. Tehát fontos azt, hogy ha nem vagyunk valamiben biztosak, akkor beszéljük meg a szakemberrel. Ugye egészségfejlesztő, és hát dietetikusként is szokott nekünk nyilatkozni. Mi az, ami jó, mi az, ami kevésbé jó a 9 hónap idején, amit az édesanyja fogyaszt. Vannak, akik már idősebbek, és ők ilyenkor anyaként szokták javallani, hogy mit szabad, mit nem, ők hogy szokták, ők hogy nem szokták. Na most ez mennyire szabályszerű a jelenben? Hát, vagy itt is megvannak az, hogy eperet nem tanácsos enni, mert ki tudja, hogy milyen allergiás tüneteket vált ki. Mennyire fejlett ma már a tudomány, hogy ezeket tudja kezelni? Jók, hogyha ezzel foglalkozik az ember. Itt is ugye nagyon fontos az, hogy az egészséges táplálkozásnak megfelelően táplálkozon az anyuka, tehát sok gyümölcsöt, zöldséget fogyasszon, különösen ugye nyers formában is legyen minden nap. A teljes őrlésű lisztből készült termékeknek a fogyasztása nagyon-nagyon fontos. Minél több túlsúly vagy elhízás van egy anyukánál, illetve hogyha a családban volt már cukorbeteg, és ő mondjuk már 35 éves kora után vállal babát, akkor ott ugye a terhességi cukorbetegségnek nagy a kockázata. És ilyenkor nem kell azt megvárni, hogy kialakuljon. Tehát már az elejétől el lehet kezdeni az, hogy mondjuk beszél valaki egy dietetikussal, vagy nézi a szénhidrát táblázatokat, mert hogy az, amikor változatosan kell táplálkozni, igazából ugye az ipari cukorból készült kényelmi élelmiszerek, ízre, meg állagra, meg formára, meg márkára nagyon-nagyon nagy változatosságot mutatnak, ugyanakkor összetételre nem. És ezekre annyira nincs is szükségünk, lehet ezeket fogyasztani, de kis mértékben is. Akinél tehát valamilyen hajlam van cukorbetegség szempontjából, kockázat, akkor ott már a terhesség elejétől kezdődően ugye el lehet kezdeni azt, hogy az ipari cukrot mindenképpen csökkentsük. A bevitt szénhidrátnak az ajánlott mennyisége, ami ipari cukor, ez ha valaki egészséges, akkor max. 10%. Tehát meg lehet enni egy kevés kis csokit, meg akár egy kis fagyit is, de nagyon-nagyon fontos a mértékletesség. Mert hogy tényleg itt ez egy nagyon gyakori probléma Magyarországon is és világviszonylatban is. Megszületik a baba, és jó esetben megkezdődik az anyateljes táplálás. Meddig ajánlott ez? Mert ugye itt is vannak periódusok, amikor azt javasolják a szakemberek, hogy legyen az első pár hónap, amikor csak anyatej, és igen, akkor utána hozzá táplálás. Hát melyik ez a legfontosabb időszak, amíg csak anyatej legyen? Nagyon-nagyon fontos az anyateljes táplálás, tehát ezt... Miért? Nem véletlenül hangsúlyozzák, igen, a szakemberek. Az anyatejben megvan minden, amire egy újszülöttnek, egy csecsemőnek szüksége van. És legfeljebb
A nagyon-nagyon-nagyon meleg időszakban, tehát ilyen kánikula idején szükséges egy kis folyadékot pótolni, de az sem, ugye régen az volt, hogy cukros teát adtak a gyerekeknek, és ezzel hozzászoktatták a cukros folyadékok fogyasztásához a gyerekeket, ez nem jó. Tehát az anyatej az, ami optimálisan tartalmazza az összes tápanyagot, fehérjét, szénhidrátot, zsírokat, és a folyadék mennyiséget is, és hogyha van tej, érdemes egyébként tényleg itt is akár gyógynövényes teákat is inni, hogyha kevesebb van, hogy tényleg elég legyen a 6 hónapos korig, és akkor onnantól kezdve elkezdődhet a hozzátáplálás. Mi van az anyatejben, ami semmi mással nem pótolható? Az összetétele, tehát az, amilyen formában összebent vannak azok az anyagok, amire a gyereknek, kisbabának szüksége van. Tehát össze lehet ezt keverni ugye géppel is, és nagyon-nagyon jó tápszerek vannak, és igazából akkor se kell nagyon megijedni, hogyha valami miatt nem sikerül az anyukának szoptatni, de magának a bélflórának és az immunrendszer kialakulásának egy nagyon-nagyon-nagyon jó segítője az anyatej, amit sajnos a tápszerek nem tudnak olyan jól. Ott is vannak fejlesztések, próbálnak olyan összetevőket beletenni, amivel ugye az immunrendszer éréséhez szükséges bélflóra jól működik, de ez nem ugyanaz sajnos. Illetve én nekem nagyon kedves unoka húgom is sajnos nem tudott sokáig szoptatni, és ugye nagyon fontos a szoptatásnál az együttlét, tehát hogy ez egy érzelmi vonal is, és hogyha az anyuka tényleg ugyanúgy nagyon sokszor babusgatja a gyerekét, és a táplálás úgy megy, hogy a tápszerrel, azért nem, szerencsére nem sínlik meg annyira a gyerekek, tehát ez érzelmileg is nagyon fontos, de mindenképpen sokkal könnyebb is, és azért jobb, hogyha az anyatejet tudjuk biztosítani a babának. Műsor elején beszéltünk arról, hogy sok betegség esetében élen járnak a magyarok, és ugye említettük a túlsúlyt is. És arról is lehet hallani, hogy a gyermekek körében is egyre nagyobb probléma a súlytöblet, vagy már a túlsúly. Mennyire genetika és mennyire elrontott táplálkozás eredménye ez? Ez összetett, ugye az egyik rész az, amikor elve hajlamos valaki arra, hogy a plusz kalóriát jól elraktározza. Egyébként az is előfordul, hogy még egy túlsúlyos vagy elhízott családban eleinte a rossz táplálkozás mellett alultáplált lesz egy kisgyerek, mert hogy nagyon sok édességet kap, és nem eszi meg a tradicionális élelmiszereket, és hogy van egy ilyen vékonyabb gyerekkor, és mondjuk esetleg tínédzser korától kezd el intenzívebben hízni. De az is előfordul, hogy már egészen pici korától kezdve túlsúlyos és elhízott. És ugye ez egy ördögi kör, mert hogy mivel sok súlytöblet van, nem tud annyit mozogni, sokkal többet fog a televízió előtt ülni. Ezt akartam kérdezni, egyszerűbb leültetni a gyereket egy zacskó chipszel a tévé elé? Hát szerintem sajnos ez így van. Maga ugye a multimédiás eszközöknek a használata elképzelhetetlen most már. De nagyon-nagyon okosan nem szabad. Nem elég a tévé ott, vagy hát ott egy okos telefon, vagy igen, egy tablet is, és már is. Nagyon okosan kell, mert anélkül, hogy én nem értek egyébként azzal egyet, hogy egyáltalán ne engedjünk tévézni, egyáltalán ne engedjünk egy idő után ugye internetezni, hanem odafigyelni, hogy mennyit és mit, de ehhez ez idő és energia. Tehát, mert ha csak passzívan oda engedjük, hogy ott üljön, és nem esik el, nem lesz felhorzsolva a térde. Én értem, hogy ezek is indokok, de nagyon-nagyon fontos, hogy tudja a szülő, hogy ezzel árt a gyermekének. Mert hogy saját tapasztalat, meg azért mindannyian látjuk, hogy nagyon-nagyon hosszú időket töltenek a gyerekek a televízió előtt, vagy a számítógép előtt, amelyet az udvaron
focizva, biciklizve kellene tölteniük. De így kevesebb gond van, meg hát a gyerekek is ezt nagyon kérik. Emlékszem, az én fiamnál mondta, hogy ő neki nagyon sanyarú sorsa van, mert hogy az összes többi gyereknél, vagy az osztályból nagyon kevesen volt, akinek korlátozva volt a televíziós internet használat, és mondtam, hogy hát most lehet, hogy így érzed, de hogy később azért ez majd látszik. A gyerekkori súly probléma leküzdhető, kinőhető, vagy ha már megvan egy beidegződött étkezés, akkor azon már nagyon nehéz változtatni. Én úgy gondolom, hogy ha megvan az akarat hozzá, és van egy elhatározás, akkor a családban ugye nagyon fontos, hogy a gyermekek nem abból tanulnak, hogy mit fogunk nekik elmondani, hanem leginkább abból, amilyen példát látnak. Tehát, hogyha én azt szeretném, hogy a gyerekem ne igyon kólát, akkor nekem sem kell kólát inni. Na most azok a szülők, akik erre nem nyitottak, ott sokkal nehezebb, mert a gyerekek nem fognak intellektuálisan dönteni. Hiába hangzik el többször, hogy ezt tudod, hogy nem egészséges, nem jó neked. Én úgy gondolom, hogy fontos az, hogy jó példát lásson, és fontos az, hogy a szülő egyfajta szelíd következetességgel forduljon ehhez. Mert amikor ilyen nagyon katonásan megmondjuk, hogy ez egészséges, ezt kell megenni, ez nem egészséges, és ezt nem szabad, egyértelmű, hogy arra fog vágyni, amit eltiltunk tőle. Itt fontos a játékosság, hogy az egészséges ételeket úgy tálaljuk, hogy az gusztusos legyen. Tényleg a színes zöldségeket nagyon-nagyon szépen lehet a tányérokra tenni, hogy az gusztusos legyen, és nem szabad erőltetni. Tehát, de ez is idő és ráfordítás. Igen, idő és ráfordítás. De én úgy gondolom, hogy szeretjük a gyerekeinket, és érezzük át, hogy ez egy nagyon-nagyon jól megtérülő idő és befektetés. Megkezdődött ugye a menzareform, és ugye ez is törekszik az egészséges étkezésre. Nem mentünk el szó nélkül amellett, hogy nyitva vannak az iskolai büfék, ahol ugye hát válogathatnak bőven a kínálatból a gyerekek, és válogatnak is. A szakemberek javaslata ugye az, hogy mindenféleképpen a gyerek reggelivel a gyomrában induljon el. Ha nem, akkor ott a büfé. Igen, és ott a csábítás? Igen, ez is egy idő és ráfordítás, hogy vannak olyan gyerekek, akikkel el lehet fogadtatni, hogy az egészséges variációkat válasszák, de hát ismerjük a gyermekünket, tudjuk, hogy most, hogyha nem csomagolok neki 10 órait, akkor mit fog választani. És hogyha nagy százalékban a chipset választja, vagy a folyamatosan cukorkát, nyalókát, édességeket, akkor igenis, hogy a csomagoljunk nekik. Itt is vannak nagyon-nagyon jó ötletek. Egészen pici kortól kezdve én azt gondolom, hogy együtt menjünk el vásárolni valami nagyon vagány, vagy nagyon babás uzsonnás dobozt, amiben jól rekeszek vannak, az szerintem nagyon praktikus. És akár zöldségeket, gyümölcsöket is tehetünk, olyan rekesz, amiben egy szendvics elfér. Nagyon-nagyon fontos, hogy ezt így hirtelen nem ajánlom. Tehát, hogyha most minden szokást sútba dobunk, ami korábban egészségtelen volt, és akkor elkezdjük rögtön az egészet, akkor lehet, hogy ott nagy ellenállás lesz. Tehát szépen lassan, fokozatosan, itt is ugye türelemmel. Tehát például tényleg ezek az uzsonnás dobozok nagyon jól alkalmasak, hogy többféle akár répát, akár koktélparadicsomot, vagy uborkát ugye tehetünk. Gyümölcsök közül is ugye nem minden alkalmas arra, hogy a gyerek elvigye uzsonnára 10 óraira, de almát, körtét, banánt, szilvát, tehát amit meg tud az ember vásárolni, és szereti a gyerek, szerintem ezeket érdemes. De például a teljes őrlésű lisztet is tartalmazó kekszeket is nagyon jó lehet. De hol maradnak mondjuk a csokik, vagy a
az édesebb kekszek beleférhetnek? Attól függ, ez egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy erről most feltetted, akartam is erről beszélni mindenképpen, mert hogy nagyon sokszor olvasom az interneten a két végletet, egyrészt ugye azt, aki abszolút nem figyel a cukorbevitelre, meg aki egy ördögtől való dolognak tartja, és hogy semmi cukrot nem szabadna se a felnőtteknek, se a gyerekeknek fogyasztani. Ez ott a középen van ugye a helyes út. Az agynak ugye fontos, hogy folyamatosan cukrot fogyaszt, és más tápanyaggal ezt nem lehet pótolni. Hogyha egy normál terhelés van, akkor szépen a teljes örlésű lisztből készült termékből, ugye keményítő van benne, amit az emésztő enzimek feldarabolnak, és abból szépen lassan cukor lesz. De hogyha a gyermek sokat sportol, és ezt ő ledolgozza, akkor igenis nyugodtan lehet csokoládét is neki csomagolni, de ezt tényleg reálisan kell látni, és abban az esetben, amikor egy inaktívabb időszak van, akkor vissza érdemes venni a csokoládéból. Reggeli legyen? Mindenképpen nagyon-nagyon fontos, mert ugye egész éjszaka nem táplálkoztunk, akkor más folyamatokkal foglalkozik a szervezetünk, és hogyha reggeli nélkül indul a gyermekünk iskolába, vagy még akár ugye óvodába, akkor azt a tápanyag igényt, amit reggel kellett volna elfogyasztani, nem fogjuk tudni pótolni. Ott és akkor a reggeli 10 óraig van arra szükség, és itt nagyon-nagyon fontos ugye a folyadék is. Tehát, hogy felnőttek magunk is tudjuk, hogy akár megfájdulhat a fejünk, hogyha nem iszunk eleget. Tehát, hogyha nehezen is vagy keveset eszik a gyermek, de akkor legalább egy pohár tejet, vagy egy kakaót próbáltassunk meginni, vagy pár falatot. Ha már pár falatot eszik, az is ugye sokkal jobb, mint hogyha semmit. Gyerekeket mennyire lehet az egészségtudatosság felé terelgetni? Ugye ez is korfüggő. Korfüggő és a példa. Tehát, hogyha ő jó példát lát, akkor ez be fog ivódni, illetve a gyerek személyiségétől is függ. Nagyon jó, hogyha a gyerek közösségben ez elfogadásra kerül. Mert ugye szeretik a gyerekek megbeszélni egymás között, hogy mi a nem is az, hogy menő, de jó szó ez, hogy mi az divat. Mi a divat. És hogyha vannak, többen vannak, akiknél ugye otthon az egészséges életmódot folytatják a szülők, akkor én úgy gondolom, hogy lehet az divat. És az egy optimális dolog. Nincs könnyű dolga sokszor a szülőknek. Én saját magam is tapasztaltam, tehát amikor azt láttam reggel, hogy már reggel eszik a chipset a gyerekek, és akkor néz rám a fiam, hogy miért nem. Ez nem könnyű, de nagyon fontos, hogy itt tudni kell a szülőnek, hogy mi az, amit a gyerek dönthet el, és ez nem az. Lehet nyilvánvalóan engedményeket adni, de azt tudnunk kell, hogy azt, hogy a gyermeknek az egészségéhez szükséges dolgokat megtegyük, ebben ne ő döntsön, hogy most gyakorlatilag csak azt teszi, amit ő kiválaszt. Nyilván kell itt ezzel óvatosan kísérletezni, mert nem egyformák a felnőttek, és a gyerekek se egyformák, és ki kell kísérletezni, hogy mi az a módszer, amivel jól rá lehet venni a gyermekünket arra, hogy az egészség felé terelgessük. Műsorunk végén ugorjunk egy picit a felnőttekhez. Annyiféle diéta, egészséges életmód van. Mi az, ami segíthet nekünk abba, hogy kiválasszuk a nekünk megfelelőt. Ja, ezt a kérdést is nagyon köszönöm, mert pont szerettem volna ezt elmondani, hogy nagyon sok szélsőséges diéta van, aminek sok... De mi az, ami gyanakvásra adhatok ott, vagy eldönthetjük, hogy ez nekem most jó lehet, vagy éppen ezt ki nem próbálom, mert ebben nem bízom. A szélsőséges dolgok általában felnőtteknek sem jók, tehát azt, amikor egy bizonyos tápanyagot, akár a szénhidrátokat, akár a fehérjét valamilyen nagyon-nagyon szélsőséges módon vagy tiltja, vagy azt mondja, hogy csak ezt lehet, ott gyanakodni kell, mert hogy ez egy óriási nagy ipar.
és nagyon nagy marketingje van, de igazából tényleg sokat veszíthetünk, még a felnőttek is, de a gyerekeknél meg különösen, mert hogy igazából egy túlsúlyos, elhízott gyermeket sem szabad koplaltatni. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy a fejlődéséhez szükséges tápanyagokat, fehérjéket, szénhidrátokat, zsírokat, vitaminokat, ásványanyagokat bevigyük, és akkor ahogy növekszik, úgy a mozgással együtt ez majd ledolgozódik, de koplaltatni soha nem szabad. És ez szerintem a gyerekeknek azért egy jó dolog, hogy nem kell megijeszteni, hogy hú, most aztán neked milyen rossz lesz, hogy te nem ehhez. Tehát nagyon sokszor ők is olyan furcsa információkkal vannak, hogy épp nemrég volt egy rendezvény, és egy kislány szinte elsírta magát attól, hogy ő erről nem is akar tudni. És nagyon-nagyon megérintett engem ez, mert hogy biztos, hogy csúfolták ez miatt, és akkor inkább nem akar ezzel foglalkozni, pedig ezt nagyon-nagyon szépen lehet kezelni, és egyébként láttam, hogy az anyuka jól foglalkozik ezzel, de hát vannak, akik érzékenyebbek. De most a szervezet számára jó időszak következik, hiszen zöldség-gyümölcs szezon indul. Igen, ez nagyon-nagyon jó. Hogyha van kiskertünk, van lehetőségünk, akkor én mindenkit biztatok arra, hogy ezzel jó foglalkozni, akár a gyermekkel együtt, mert hogyha ő látja azt, hogy abból a magból, vagy kis dughagymából jött ki az a hagyma, vagy együtt ültettük azt a paradicsommagot, és akkor az már megint egy nagyon-nagyon jó. És akkor utána ezekből együtt készítettünk ételeket, akkor talán jobban el fogja fogyasztani az egészséges formákat. Úgy legyen, Felde Katalinnak nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Önöknek köszönjük a figyelmet, miért a legközelebb is várjuk Önöket ide a Somogy Televízió képernyői elé. Viszontlátásra!